magát nem szeretem használni, úgyhogy inkább visszaadom annak, aki tudja, és megkérjük, hogy fordítson nekünk. Átadom a szót Andornak. Andor! Átadom a szót Andornak, és egy kicsikét úgymond a mindennapi eszközhasználatot fogjuk bemutatni, és akkor utána, amikor az eszközhasználat után megvagyunk, akkor el fogjuk készíteni a középkori embernek a szinte mindennapos ételét, hogy hogy is, még mint is. Znači, sad prelazimo na drugu temu, a to je korištenje posuda, stvari za domaćinstvo. Znači, ono što je bilo potrebno tokom svakodnevnog života. I usput, kao što vidite, naša kuhinja srednjovekovna je već otvorena. Devojke prave jedno klasično, jako jednostavno jelo. O tome kasnije ćemo pričati. I to ćete probati. Posle. Nauči da. Szóval mi az, ami pont egy középkori házba, egy háztartásba, vagy a konyhába? Hogyha megfigyeljük, majd közelebb jöttek, és akkor majd látni fogjátok részletesen, mert egyébként nem nagy részét bemutatom. Szóval igazából anyagot használtak főleg a két ugye növényi, a fát és a különféle növényi szárakat, illetve állati eredetű anyagokat, ugye a bőrt, és hát végül is a föld termékeit, a kerámiát, ugye lényegében az anyagok. Ovdje vidimo neke osnovne stvari za kuhinju, zele, različitih formata i veličina, koje se koristili svaki dan, možemo reći u kuhinji. I on je sad naveo elemente koji se koristili, od čega se to ovih dana krana. Sto valo je nek element, például a növényeknél a különféle szára. E sad, to su sad zele, znači da završim rečenicu, oni su koristili zemlju, koristili su glifosat, toko, ali kakvi su više te... Hát például a tároló eszközöknél, vagy a növény szárai használtak. De a kármilyen posztúra zafrava koristili su sušene, sušeno bíje, zemlju, glinu i keramiku, naravno. Igen. Ugye például gyékényből, meg szalmaszárból egyszerű kosarak, szagajtók voltak, ebbe tárolták például a tojást, vagy ebbe szárították ki a sajtokat például. Ovime su držali jaja, ili su pravili sjevicu, kušili su sjevicu. Jó, ugye nem csak növényi szárak voltak felhasználva, mint valami tároló eszköznek, hanem direkt fából is készítettek, például egyszerű fatálakat, ebből képeztek. És most ez ilyen kérdés, hogy hát ezt nem is tudhatjuk, hogy most ezt egyáltalán mosták-e, mert ugye végül is a fa magába szívja, valószínűleg megvárták, hogy kiszáradjon, és akkor úgy eldörzsölték. Preto szerintem a mostani szuprali, ovokhoz tudod a drövete, jer drövo upija vlago, známo, nekoj szó számo mámo osztusili, i obrisali jednostjárni. Így mutatom, hogy nézzétek, kivesztek egy darabkát, így. Ahova miért megcsináltak egy csepp, egy fékke formá. És akkor ráteszitek. És akkor meg mindjárt szólok, hogy mennyi ez az anyja, meddig ő. Znači, ovo me su nosili ili mlijeko ili ovo? Ne, sve, veliko manje. Sve jedno, dobro misliš da mora tako, ne razumijem. Dobro, to će biti prilog iz srednje medicinske i ovdje primjer hleba sa lukom, odnosno sa spaltenim brašnom. Koje devojke iz medicinske škole. Tako da, s ovim ćemo završiti.